ebben az érzelmi térben egy olyan folyamat indulhatott, és Gyömrői Edittől tudjuk is, és József Attilától is tudjuk, hogy az a bizonyos indulat áttételes, röviden áttételes szerelem, ami Gyömrői Edit iránt kialakult, az csalódással, vesztességgel, elválással, vagyis hogyan? Az ősi traumatikus törés, hogy nincs anyám, elhagyott az anyám, nem bízhatom senkiben, a nő mint család hazug, és nem lehet bízni egyetlen egyben sem, miközben, amint a szerelem vágyott tárgya távolodik, úgy nő a szerelmi érzés, mert nem szennyezi be a valóság tapasztalása, tehát lehet az ideál világába menekülni, és egy ilyen szerelmi töltésben, csalódásban megjelenik a szakembernő, este van, lírai hangulat, félhomály. Merengő szép barna szemét József Attila ráveti erre a gyönyörű nőre, aki hát lehet mondani, hivatás tudatának csúcsán veszi fel a tesztet, de le kell írnia, és ezt ránk bízza, hogy József Attila úgy fog hozzá a tesztvizsgálathoz és a kvázi feladat megoldásához, hogy igen, nagy benne a töltés. Innen adódik az, hogy már az első táblán 2,5-szer annyi választ ad, mint más, valamennyi 10 táblán értelmiségi szinten. Majd pedig a harmadik táblánál, ahogyan haladnak, táblánként csökken a válaszszám, de még mindig 60-50, tehát igen, nagy válaszszámnál járunk, és az idő telik, ők pedig együtt a lírában és a feladatban. És a harmadik táblánál már azt mondja József Attila, amint merengő szemét rávetette Kozmusza Flórára, ezt már csak a maga kedvéért csinálom. És aztán mindketten belefáradnak. 1984-ben az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézetben, ahol én vezetőhelyettes pszichológusként dolgoztam, Mérei Ferenc laboratóriumában, egy megkeresés történt, Kozmusza Flórai és Gyuláni, aki akkor a Gyógypedagógiai Tanárképzőfőiskola igazgatóasszonya volt, megkért dr. Lang Iringó közvetítésével, aki ott óraadó tanár volt, hogy egy sürgős esetet véleményezzünk, mindketten véleményezzük le, annyira sürgős, hogy csak félig sikerült a vizsgálatot elvégezni, egy hihetetlen produktivitású, nagy válaszszámú jegyzőkönyvről van szó, mondták ezt titkos, nem mondhatnak róla többet, nagyon diszkréten kell kezelnünk a dolgot, hogy az illető férfi és hány éves, ennyi volt az összes, amit megtudtunk adatot, de friss vizsgálatnak hittük. Megcsináltuk a szakvéleményt, és utána, miután mindketten leírtuk, dr. Lang Iringó is, magam is, Mérei tanár úrnak megmutattuk, illetve elküldtük Flóra asszonynak, mert sürgősen kérte, és Flóra asszony, miután mi már elküldtük a szakvéleményt, akkor mondta meg, tudjátok-e, hogy kinek a Rorschach tesztjét értékeltétek. És akkor megtudtuk, hogy József Attila volt. Most ugye József Attilával kapcsolatban az, hogy hasadásos elmezavar. Hát ugye ez a diagnózis elég hosszú ideig gyűrődött, és valahogy rátelepült szegényre, mint a levehetetlen maszk, mintha ez lett volna a baja. Ma én szakmai felelősséggel állíthatom, hogy akár csak pusztán a Rorschach teszt birtokában, hogy egy határeseti állapot volt József Attila igazi baja, amiben pontosan az, amit én a Rorschach tesztben jeleztem, hogy a nagyon jó színvonal és a nagyon magas alkotó produktivitás és a szinte zuhanó repülésben olyan regresszió, a regresszió alatt azt értjük visszacsúszás, olyan szinte infantilis magatartási szintekre, ahol a magatartás kontroll nem működik elég jól, és ahol nem ura a saját cselekedeteinek eléggé, mert az érzelmi állapot megszállva tartja, és uralkodik a cselekedetek fölött, és vezérli őt. Nos, tehát ilyen regresszív állapotok, és a magaslatok. Magaslatok és mélységek közötti ilyen kiszámíthatatlan, fordulatokkal végbe menő lebegés. Tehát nincs egyenletesség. Azt is szoktuk mondani, borderline állapot krónikus instabilitás, vagyis krónikus ingadozás a különböző lelki állapotok között. Nos, tehát így Kozmusza Flórának
ez a különleges szerepe, személyes szerepe is, hogy ő alapvetően a táblák mögött a nőt megingerli, és ez lenne az abszolút és alapvető felszólító jelleg. Az úgynevezett hatos tábla, az a szexualitás hívó táblája. Hol mondja azt Kozmuca Flóra, hogy most már talán hagyjuk abba a vizsgálatot? Mikor a hatos táblára, tehát a szexualitás felszólító inger helyzetét képviselő táblára kerülne sor, akkor történik meg a vizsgált feladása, kiadja fel, a pszichológus nő tesz javaslatot. Hiszen addig még folyik a buzdítás, mert a harmadik táblánál József Attila már belefárad. Tehát nagyon sok nőtartalom és egy elfáradás, egy regresszió, egy védtelenségi, kiszolgáltatottsági lejtés, és az ötös tábla a realitás hívó táblája. Vagyis a realitásban már akkor megmutatkozott egy olyan, az elaboratív buzgásnak egy leesése, lefáradása, ami azt az üzenetet is tárja elénk és közvetíti, hogy fáradt vagyok már, ha nem kapok töltést, ha nem kapok segítséget, ha nem kapok valami női segítséget és töltést, akkor már nem tudok magam, már nem tudom tovább vinni azt, ami számomra az élet. És ez nagyon-nagyon fontos üzenet. 84-ben értékelt tesztben is kitűnt az, hogy korai érzelmi sérülésről van szó, ami ezt a sajátságos állapotot egyszer fenn, egyszer lenn, de az alkotó nívó szempontjából ezt a lebegést. Tehát itt nem hangulatbetegségről van szó, nem mániákodepresszíváról, hanem egy önfenntartó, önmegtartó, önmegemelő, illetve önmagát megtartani nem tudó állapotról. Tehát már a tesztben is elég nyilvánvaló volt, hogy a korai anyagyerek kapcsolat zavarával számolhatunk. Miről is van itt szó? A nő központi szerepéről. Annyira fontos, hogy birtokoljalak. Ettelek volna meg, te vacsorádat adtad, kértem én. Ez az orális bekebelezési hajlam. Felfalni, magamévá tenni, inkorporálni, testembe befogadni, ne legyen más, ne legyen távol, ne legyen a másik, és az a szimbiotikus vágy, az az egyé forrási, egybe kapcsolódási, ősi vágy, ami a létünk kezdetén, amikor nem tudjuk tudatosítani még, hogy az a mama egy másik, amikor a jó anya mell is maga egy olyan tökéletes, a mama egészét, mint egy tükröző, reprezentáló dolog, a mama egészéből maga az anya mell is a jónak az üzenete. Menthető lett volna-e József Attila? Vagy idézőjelbe véve halálra ítélt volt önön belső, pszichodinamikai, lelki mozgás folyamatai által. Ez a folyamat vajon milyen mértékben volt valóban determináló, hogy halálhoz vezetett, önpusztításhoz vezetett? Akkor nagyon sajnálom, hogy a teszt alapján mindkét elemzési út egybehangzó konklúziója, hogy csak ígéret volt a megváltás, a nő, a másik, de ez a fájdalmas korai sebződés és kapcsolati minta őt boldogtalanságra, szüntelen keresésre, szüntelen csalódásra ítélt, és nem tudott belekapaszkodni senkibe és semmibe. Neki az egyedüli alkotó csatorna, amin keresztül megtudta a belső bajudásait üzenni a világnak, a költészet volt. Előbb vagy utóbb bekövetkezett volna. Nem Flóra elhagyása, nem Flóra megváltó szerepe, vagy esetleg éppen, mert elfordult József Attilától érzelmeiben, nem tudta ezt a szerelmet, ezt a kínálkozó érzelmet fölvállalni. Nem ez volt az oka a halálnak, hanem az az alapvető sebzett kapcsolati minta, és az a lelki sérültség, ami József Attilát ez irányba vitte, és nem volt, aki meg tudta volna őt ebben állítani. Majd eljön értem a halott, az anya iránti ősi vágy és a Magna Materrel való egyesülés halálban megélhető gyönyörűségét hordozza, és nem volt már más megváltás, mint a Magna Mater felé közeledés. Majd eljön értem a halott. Majd eljön értem a halott, kiszült, kidajkált énekelve,
és elmúlik szívem szerelme, a hűség is eloldalog. A csöndbe térnek a dalok, kitágul, mint az űr, az elme. Kitetszik, hogy üres dolog, s mint világ visszája, bolyog bennem a lélek, a lét türelme. Széthull a testem, mint a kelme, mit összerágtak a molyok, s majd összeszedi a halott, ki élt, ki dajkált énekelve. Őrült volt-e József Attila? A leghatározottabban azt kell magának válaszolnom, hogy nem. Lelki sérülése volt, mély és korai, fájdalmas, és az egész élet minőséget súlyosan befolyásoló. Nem volt életérzésben számára a kiegyensúlyozottság és boldogság elérhető. A szabadság lelki érzése, ezt ő egyetlen egy folyosón tudta elérni, az alkotó önmegvalósításban, tehát ő öngyógyító volt. Abban az ős káoszban, amit egyébként hát a szabad ötletek jegyzéke tökéletesen hoz. Ez a tudattalan mélysége. Nem ismerek ehhez foghatót, hogy valaki vállalta volna, hogy így föltárja, megmutassa. Ő saját magának írta, még csak nem is gyömrőjed itt meg, ő saját magának öngyógyításul használta, mert a pszichoanalitikusok megtanították rá, hogy ha a mélység ijeszt, akkor nézz bele, és hozd felszínre, ami ott van. Mit tesz az alkotó önmegvalósítás? Mer lemenni ilyen mélységekbe, tud, képes rá. Képes. Teheti, ezért tehetség. Mi nem tehetjük. Nem álmódunkban, ilyen merülési mélységben nem mehetünk. Alkotó, különleges, teremtő, elaboratív önmegvalósítás, amiben olyan mélyről tud üzenni, mint senki más. Ez regresszió, mert le kell mennie a mélybe. De most éppen eszembe is jutott, Nietzsche imigyen szól a Zarathustra című munkájából az, hogy bizony mondom néktek, káosznak is kell ott lennie, hogy megszülessen egy táncoló csillag. És ez a táncoló csillag minden egyes költemény. És a káosz, az ijesztő sötétség, amiben lemegy az alkotó lény, és amiben éppen a tehetséges mehet le, és ezt tette József Attila, és ez egy vergődő, szenvedő lét volt. Mert megmerülni ebben a sötétségben, káoszban, és ebből ismét felszínre jutni hatalmas erőket kíván. Nem, nem volt őrült, alkotó zseni volt. Nagyon fájdalmas kimondani, de aki ezt az önfelett szerelmi mámort, a nagy egyesülés megváltó pillanatait vagy óráit együtt átélni a másik nembelivel, azért nem tudja, mert benne működik az a végzetes lelki minta, az a trauma, így mondanám, amivel megsebezték azt a bizalmat, hogy merjen egyé válni. Ha engem megsebeztek, és nem merek önfeledten, szabadon, e világban, önátadó módon a párjává válni valakinek egy mámoros pillanatban, akkor tőlem el van véve ez az oceanisztikus élmény, az egyesülés mámora, és nem tudom parányi halálokban az extázis, megváltó parányi halálaiban átélni a Magna Materrel való egyesülést. Valószínűleg nem adatott meg számára ez az önfelett önmagából kiszállás és a másikkal egyéválás mámora. Valószínűleg nem. Így az az erő, ami bennünket szerelemre, egyéválásra, mámorra ösztökél, az benne szüntelenül, mint kielégületlen és kielégíthetetlen vágyakozás munkált, s vitte a halál felé. Ölni, ölelni egyfajta kém. És megölte magát. És ment, s valószínűleg azt sem nézte már, hogy milyen módon pusztítja el magát, csak szűnjön meg valami, aminek a szenvedésteli feszültségét többi elviselni nem tudta, és ez az élet volt maga. Merem azt mondani, hogy József Attila sem tudta, hogy most öli-e magát, vagy mit csinál. Az az érzésem, hogy vitte a lába, ment és keresett, és ment és nem látott, és ment és nem hallott,
és hogy hallotta-e, hogy a vonat, hát állítólag volt egy hangjelzés, állítólag. Ki tudja ma már ezt reprodukálni, de extatikus lelkiállapotban nem jut el hozzánk a hang. Módosult tudatállapot, jobb agyfélteke aktív állapotban. Hát a hipnotizőrök mind bizonyítják, hogy ez így van. Dolgoznak ezzel a tudatállapottal. Nem megy be hang. Nincs megfelelő percepció, nem látjuk, ami a szemünk előtt van. Hát voltunk már esetleg olyan elbambult állapotban, hogy lukat néztünk a levegőbe. Néztünk, de nem láttunk. Hát van ilyen lelkiállapot. És én a teszt alapján azt gondolom, hogy ezekben a hullámhegyek, hullámvölgyek szántotta a lelki állapotokban, amikben ő vergődött és megélte a szinte önelvesztésig menő öntudatlan, mély, regresszív keresés extatikus állapotait, elképzelhető, hogy ez a tragikus esemény egy ilyen extatikusan zaklatott lelkiállapotnak egy szinte öntudatlan cselekménye volt, ahol nem tudta, hogy mit tesz. Csak ment és keresett. És megtörtént a tragédia. Ha nem adjuk meg lelkiismeretünk szerint a holtnak kiáró tiszteletet, elismerést, megbecsülést, szeretetet valamely módon nem tudjuk kifejezni, akkor egy befejezetlenségi feszültség marad. És ez krónikussá teszi a gyászt. Vagyis újra és újra feltámad az a belső, mély lelki szükséglet, hogy adjuk meg neki a méltó elismerést. El kell őt gyászolnunk. Ismerjük el, és fejezzük ki az iránta való szeretetünket és tiszteletünket. És az újra temetésekben ezt rituálisan megélhetjük. És mint hogy valóban sajnos József Attilát sem életében nem érte el az őt megillető és őt identitásában is férfivá avató nagy elismerés, de halálában első szarzsói temetésében sem. És ezt követően szinte azt mondhatom az újra temetéseiben egy-egy közösség tudta kifejezni a rá vonatkozó elismerését, méltatását, megbecsülését, és bűntudatát is levezekelte. Rosszul ítéltünk meg téged, amikor azt gondoltuk, hogy... És gondoljunk néhány sajátságos temetésre, amikor áthelyezik őt, ugye a kommunistáknak kijáró parcellából a saját családi sírhelyére. Rosszul ítéltünk meg. Mi a kulpa? Én vétkem, hogy rosszul ítéltem meg. És így a bűntudat csökken, apad, és a lelki feszültség végül így tud megnyugvás sorsára kerülni, mert szükségünk van rá, erre a megnyugvásra, és arra, hogy a másikat méltóképpen elsirassuk. Jaj, szeressetek, Szilajon! Hessencsétek el, nagy bajom! Eszméim közt, mint a majom a rácsok közt le és föl vicsargok és ugrándozom, mert semmit sem hiszek. És nagyon félek a büntetést. Halandó, hallod-e dalom, vagy zúgod csak, mint a vadon? Ölelj meg! Ne bámulj vakon a kifent rohamkéstől! Nincs halhatatlan oltalom, akinek panaszkodhatom. Félek a büntetést. Mint fatutaj a folyamon, mint mél a tót a tutajon száll alá emberi fajom némán a szenvedéstől. De én sírok, kiáltozom. Szeress! Ne legyek rossz nagyon. Félek a büntetést. Dolgaim elől rejtegetlek. Istenem, én nagyon szeretlek. Ha rikkancs volna mesterséged, segítnék kiabálni néked.
Hogyha meg szántóvető lennél, segítnék akkor is mindennél. A lovaidat is szeretném, és szépen, okosan vezetném. Vagy inkább ekeszarvat fogva szántanék én is a nyomodba. A szíkre figyelnék, hogy ottan a vasat még mélyebbre nyomja. Ha csősz volnál, hogy óvd a sarjat, én zavarnám a felevarjat. S bármi efféle volna munkád, velem az soha meg nem unnád. Ha nevetnél, én is örülnék. Vacsora után melléd ülnék, pipámat egy kicsit elkérnéd, és én hosszan mindent elbeszélnék. Karóval jöttél, nem virággal. Feleseltél a más világgal. Aranyat ígértél nagy zsákkal anyádnak, és most itt csücsülsz, mint fák tövén a bolond gomba. Így van rád, akinek van gondja. Be vagy zárva a hét toronyba, és már sohasem menekülsz. Tejfoggal kőbe miért haragtál? Miért siettél, ha elmaradtál? Miért nem éjszaka álmodtál? Végre mi kellett volna mondani? Magadat mindig kitakartad, sebedet mindig elvakartad. Híres vagy, hogyha ezt akartad. S hány hét a világ, te bolond? Szerettél? Magához kifűzött? Bujdokoltál? Vajon kiűzött? Győzd, ami volt, ha ugyan győzöd. Se késed nincs, se kenyered. Be vagy a hét toronyba zárva. Örülj, ha jut tüzelőfár. Örülj. Itt van egy puha párna. Hajtsd le szépen a fejedet. Íme hát megleltem hazámat, a földet, ahol nevemet hibátlanul írják fölében, ha eltemet, kieltemet. E föld befogad, mint a persely, mert nem kell, mi sajnálatos, a háborúból visszamaradt 20 filléres, a vashatos. Sem a vasgyűrű, melybe vésve a szép szó áll, hogy új világ, jog, föld. Törvényünk háborús, még szebbek az aranykarikák. Egyedül voltam én sokáig, majd eljöttek hozzám sokan. Magad vagy, mondták, bár velük voltam volna én boldogan. Így éltem, s voltam én hiába. Megállapíthatom magam. Bolondot játszottak velem, és már halálom is asztalom. Mióta éltem, forgó szélben próbáltam állni helyemen. Nagy nevetség, hogy nem vétettem többet, mint vétettek nekem. Szép a tavasz, és szép a nyár is. De szebb az ősz, és legszebb a tél annak, ki tűz helyett családot már végképp
másoknak remél. Megöltök. Vajon arányos-e hozzám most minden, ami van? Megöltetek. Megöltök! Vajon arányos-e hozzám most minden, ami van? Megöltök. Vajon arányos-e hozzám most minden, ami van? Megöltetek.